Vers, hogyha még nem találkoztatok ezzel Facebookon, akkor most ezt Kelle Dóritól megtudhatjuk. Szia Dóri, köszöntelek a műsorban. Hát mi is az az instavers? Szia! Hát az instavers tulajdonképpen egy olyan kortárs költészeti projekt, ami egy kísérleti jellegű projekt, ami kortárs magyar irodalmi szövegeket dolgoz fel. Igazából egy ilyen képi formátum, amit ahogy itt is lehet látni, tehát tulajdonképpen úgy néz ki, hogy egy ilyen különleges kocka alakú kivágással és egy filterrel egy szövegrészlet van befotózva, illetve valami kis extra tartalommal feltöltve, tehát kis virág, fűszer, ékszer, tehát valami kis plusz esztétikum. Mikor indult ez a projekt? 2014. április 11-én kezdtük, ugye nyilván a költészet napján robbant be a költészeti projekt. Tulajdonképpen azóta fut. Uh-huh. És milyen sikerrel adik, hogy látod? Hát én most pont már nagyon izgulok, mert pár like-ra vagyunk a 7000-től, uh-huh. úgyhogy nagyon remélem, hogy még ma meg lesz a 7000. Azért másfél év alatt összegyűjteni egy ilyen kortárs költészeti témában 7000 like-ot, az nem semminek mondható, nem? Hát én ezt abszolút pozitívan értékelem, és úgy is gondolom egyébként, hogy ez egy nagy szám. Azt viszont tudom, hogy ehhez hozzátett azért nagyon nagy részt az is, hogy tulajdonképpen ez a projekt nem csak az interneten futott, hanem párhuzamosan vele futott külső helyszíneken, tehát ugyanúgy ott voltunk a könyvhéten, ugyanúgy ott voltunk irodalmi rendezvényeken, felolvasásokat szerveztünk, fesztivált csináltunk, de tulajdonképpen azért ehhez az is kellett, hogy az embereket így kiléptessük kicsit az internetes világból. Mi az instaversnek a célja? A legfőbb célunk az az, hogy tulajdonképpen teret engedjünk a költészetnek, hogy ennek a perifériára szorult ágazatnak egyszerűen olyan publicitást adjunk, amit én úgy gondolom, hogy megérdemel ez az egész. És ki a célcsoport ezzel? Hát teljesen más az a célcsoport, teljesen más volt az a célcsoport, akit én becéloztam a legelején, illetve akit a Facebook utána kihozott, hogy... Nevesítsük, hogy azért kik ők.
Hát tulajdonképpen én azt gondoltam, hogy a fiatalabbak jobban fognak ráharapni, viszont a mostani állás szerint már több mint egy éve a 25 és 40 közötti korosztályt célozza meg, ami számomra teljesen döbbenetes. Elsősorban a nők, ugye? Nem, egyébként nem. 40%-ban férfiak és 60%-ban nők. Uh-huh. Hát úgy nagyjából fele-fele igen, azért. Igen. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy mondjuk a nők sokkal nagyobb arányban lesznek, de nem. Uh-huh. Nem. Kikül áll a csapat, hiszen nem csak egyedül csinálod? A csapat négyen kezdtük, és tulajdonképpen azóta ilyen kettőre redukálódott ez a team, de ugyanúgy a másik két segítőm is aktívan részt vesz a dolgokban. Szabó Imola Juliannak a videóját lehetett látni. Ő a felelős a dizájnért, ő csinálta a logót is, ő csinál minden borítóképet, az ilyen szép videókat is. És Borda Réka és Vadkerti Tóth Réka segítenek folyamatosan. Mennyi munka van azért ennek a Facebookos oldalnak az üzemeltetésében, és akár ilyen videók készítésében? Hát mindig amennyit szánunk rá tulajdonképpen, de azért fontos a rendszeres versorok megjelentetése, fontos az, hogy mindig képviseljük magunkat irodalmi eseményeken, hogy mindig figyeljük a friss megjelenéseket, tehát napra kész legyen az oldal. Fontos az, hogy emellett én futóprojekteket is csinálok az Instaverssel kapcsolatban, tehát tényleg fesztiválokon vettünk részt és egy csomó helyen, és ez pontosan amiatt volt nagyon fontos, mert úgy éreztem, hogy így tudom az egész projektnek a lényegét megfogni. De azért gondolom, emellett csinálsz valamit, tanulsz, dolgozol. Mind a kettő. Az LTBTK-n tanulok magyar szakon. Egyeztethető azért a kettő. Abszolút. Hát néha ilyen kettőig csináljuk, de én ilyen így dolgozom, tehát én így szeretek dolgozni. Akkor gondolom a tanárok is örülnek, hogy azért a kortárs költészetet viszed tovább. Igen. Én azt gondolom, hogy tetszik nekik, vagy legalábbis vannak pozitív élmények. Most például tegnap előtt pont az egyetemen ott sírtam, mert egy előadáson voltam benne, teljesen véletlen egy barátnőm órájára beültem, és az én projektemről volt szó egy ilyen szöveg és befogadó elméleti diskurzusba, és teljesen megdöbbentett, és teljesen hát abszolút sokkolt. Már is tananyag lett az oldal akkor. Hát azért még nem, de hogy tényleg abszolút döbbenetes volt. Hát az biztosan. Na és egyébként én baromira kíváncsi vagyok arra, hogy te, mint így tulajdonképpen bennfentes, hogyan látod manapság így a kortárs költészet helyzetét Magyarországon? Hát én úgy látom, hogy bizonyos kiadócsoportoknak a szerzőválasztásai nagyon jó választások, mert fiatalokat próbálnak bevonzani, olyanokat, akik fiatalok és nagyon tehetségesek, viszont azt azért kár lenne tagadni, hogy nagyon nehéz helyzetben van az irodalom, pontosan emiatt, mert nagyon keveset olvasunk, és nagyon tömören olvasunk, szerintem egyébként ez az egyik sikere az Instaversnek is, hogy a tömör gondolatokra és a kevésre fókuszálunk, és nem, tehát nyilván sokkal kevésbé ülsz le egy 700 oldalas regényt elolvasni, bármennyire is jó az, mert egyszerűen nincs rá időd. Hát igen, viszont hoztál nekünk kettő művet is, vagy kettő könyvet is. Mesélj egy kicsit ezekről. Hát én szeretek mindig könyvet hozni, hogyha valahova meghívnak. Na ez például tipikusan egy olyan kötet, ami egy fiatal szerző, Sirokai Mátyás kötete. Szerintem nagyon szép, rövid, tömör, viszont páratlanul tehetséges a szerzője, illetve egy Petri összest hoztam, ami nekem az én abszolút kedvenc költőm, és nagyon szeretem, és tulajdonképpen őt azért rángatom mindig így magammal, bárhova megyek, mert hogy ő volt az egyik ikletője ennek az egész projektnek. Mármint hogy érted, hogy ikletője? Hát úgy, hogy nagyon szép versek vannak benne, és ezeket fotóztam be először. Tehát ja, ezek voltak akkor, az első fotózott versek. Értem, és akkor tehát akarva akaratlan is ezzel lettél népszerű, mondhatjuk ezt. Igen. Na. Igen. Hát akkor további sok sikert kívánok neked, és remélem, hogy meg lesz az a 7000 vagy 17000 és akár. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy eljöttél.